Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A mai lelátóban a Jégkorongi lesz a főszerep. Köszöntöm a stúdióban Balogh Máriát, a csapatom alapító tagját, majd a csapatomról úgyis bőven fogunk beszélni, illetve Kozman Györgyöt, a csapatom sportigazgatóját. Hát talán kicsit nyúljunk vissza itt az időben, Marci, hogy hogy alakultatok ti meg, mint csapatom, meg hogy kezdődött Pakson ez a történet, hogy egyáltalán itt így meghonosodott a jégkorong, jégtánc, maga a korcsolyázás. Hát van egy nagyon szuper óvoda Pakson, a Mesevár, aki nagyon sportszemléletű, és ő bevezette a jégkorcsolyázást. Ehhez egy nagyon-nagyon jó edzőt, Beregi Karcsi bácsit találták meg, aki olyan szinten elmélyítette, akár a szülőkben, akár a gyerekekben ezt a vágyat, hogy 5 évvel ezelőtt megfogalmazódott, hogy egyesületi szinten korcsolyázzunk. Hát ez pikpak össze is jött, hogy 100 fővel elkezdtük az edzéseket. A városunk abban tudott mellénk állni, hogy pályaidőt, jégidőt biztosít a jégpályán, és így hetente nagyjából 8 edzésen 100 gyerekkel tudunk edzést tartani. És ugye említetted a Karcsi bácsi, hosszú éveken keresztül jártál Tolnáról Paksra, illetve én tudom, az mellett Szekszárdon meg Tolnán is még tartott edzéseket. Most viszont ő már nem dolgozik veletek, de akkor ezek szerint a hagyaték az igencsak pozitív. Igen. Nem csak magát a korcsolyázást hagyta ránk, hanem azt a csapatszellemet, ami összetartja ezt, az igazi egyesületet. Tehát ez a szó, hogy egyesület, számunkra azt jelenti, hogy mindenki tesz bele valamit. Tehát feladatokból kiveszi a részét. Karcsi bácsi nyugdíjba ment, hogy így fogalmazzak, időskora ellenére még nagyon sokszor jön hozzánk vendégségbe, viszont most már azért a megérdemelt pihenés éveit tölti. És hát ugye Gyuri is itt ül a körünkbe, lehet a nézőknek kicsit furcsa ez a történet, hiszen mi itt már többször találkoztunk, de hát akkor elsősorban a kajakkenú volt itt a főszerepben, de én emlékszem még, hogy volt futás is, talán ilyen maratoni táv, hogyha visszanyúlunk az időbe, viszont egy biztos nem volt korcsolya, de most akkor ez is. Én itt poénkodtam az elején, hogy hát víz, csak egy kicsit ugye más halmaz állapotú. Hogy kerültél bele ebbe a történetbe? Igen, megfagyott a jég. Egyébként Marcia, hogy mesélte itt a Mesevár óvoda történetét, még annak idején a nagylányom Ilkóval voltam, én is ott a Mesevár óvoda keretein belül, itt a foglalkozáson Karcsi bácsékkal, úgyhogy én azt gondolom, itt Pakson Marcsék egy nagyon nagyszerű jégen történő életet hoztak létre. És hogy kérdésedre válaszolva, hogy hogy kerültem én is ide ebbe a kis családba, ha lehet így fogalmazni, a Marcsék történetét folytatandó megfogalmazódott a csapatomkori egyesületnek a jövőképében olyan komoly elképzelések, amihez meghívtak engem is. Az én sport múltam, amikor sportoltam, azt gondolom, alá tudom támasztani azokat a fontos tényeket, hogy egy ilyen kohéziós erő, egy ilyen családnak a létrejötte milyen fontos, és a sport önmagában pont erről szól. Itt, amit Marcsék megfogalmaztak, illetve az egyesület vezetősége, az a jövőkép, az pont ennek a folytatása, hogy azok az alapok, amit Marcsék letettek, azt hogyan lehetne egy magasabb szintre és a komolyabb szintre emelni. Ebbe kértek fel engem segítségül, hogy azt a jövőképet megvalósítsam velük közösen, ami ezt a történetet tovább tudja fűzni. Igen, mert ugye, hogyha még kicsit visszalépünk, akkor említetted, hogy 5 éve alakítottátok ezt az egyesületet. Hát annak megvannak a szigorú feltételei, ti ezt mind teljesítettétek, de ennek köszönhetően ugye más forrásokat is tudtok behozni. Igen, ugye ez nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy 3 lezárt nagyon pozitív évünk van, tehát jogilag is lezárt, és könyvelés technikailag is pozitív. Ez rengeteg olyan kaput nyitott meg számunkra, ami pályázati forrást tud biztosítani. És ez ehhez már legelső lépésként a Jégkorong Szövetség felvett bennünket tagként. Tehát innentől kezdve nagyon sok olyan lehetőség nyílik meg a gyerekeknek, amivel fejlődni tudnak. Tehát olyan edzőt tudtunk megfogadni melléjük, akik tényleg nagyon profi szintre tudják őket felhozni, illetve ami nagy jelentősége van, hogy a jégidőnk is kibővül. Tehát az önkormányzat is sokkal-sokkal több lehetőséget tudott arra adni, hogy edzéseket tartsunk. És már említed a jégidőt, mennyi a tagság, mekkora a létszám, és mennyi edző dolgozik velük? Hát közel 100 sportolói szerződésünk van, és nagy többségében amatőr sportolók, viszont ha azt veszük, hogy például 25 jégtáncos lányunk készül produkcióval, tehát azt gondolom, hogy ez egy ekkora városban nagyon jelentős.
Hát és ehhez meg kellett találni azért a megfelelő szakembereket is. Igen, igen. Edzőink úgy járnak össze, hogy a jégkorongedzőnk Kakas Krisztián, ő nem helybéli, ő vidékről jár át, hetente 3 edzést tud tartani a gyerekeknek. Jégtáncóránk a szombaton van, és egyébként van több olyan korcsolya programunk, talpaállító program 4-6 éveseknek, haladó korcsolya oktatás azoknak a gyerekeknek, akik már hosszú évek óta ide jártak, de sem jégtáncolni, sem jégkorongozni nem szeretnének, őnekik tudunk biztosítani egy olyan technikai fejlődést, ami miatt népszerű lett ez a programunk is. Egy hétvégén 70 gyereknek tudunk edzést biztosítani. Ugye ritka az Pakson, hogy hétvégenként van lehetőség edzésre. A gyerekeknek ez azért nagyon jó, mert kompatibilis, tehát a több edzésre is tudnak járni egy héten. Itt előzetesen mi beszélgettünk, és akkor ugye valóban azért csak kibogoztuk azt, hogy a kajakkenő és a jégkorong, illetve maga a korcsolyázás az rokon sportágak. Nem csak a kőzeg miatt, hanem mondtad, hogy neked is volt csapattársaid, vagy akár te is fiatalkorodban nagyon sokat mozgolódtatok a jégen. Amikor a természet megengedte természet. Különösen télen, ha lehet azt mondani, nekünk ugye a téli időszak a kajakkenusoknak, a nyári sportág űzőinek, ugye a téli időszak a holt szezon, ugyanakkor olyan sportágakat kerestünk, ami azt az állóképességet fejleszti szintén, amire nekünk nyáron versenyi időszakban szükségünk van. Így aztán nem csak itt nálunk, a mi esetünkben, de világszínvonalban a kajakkenu és a jégkorong között olyan átmenet, olyan kapcsolódás van ugye a szezonalitás tekintetében, ami jellemző abszolút, és itt, ahogy Marcsi is mondta, hogy nagyon sok jelenleg leigazolt sportoló a kajakkenusok közül jött. És akkor itt megragadta a figyelmet, amit mondta, hogy talpraállító vagy jégreállító program, ez a piciknek van? Igen, van egy nagyon csodálatos edzőnk, úgy hívják, hogy Horvátné Kata. Ő minden korosztályon megtalálja a hangot, és például olyan, hogy 4 és 6 éveseket egy óra alatt úgy jégre csal, amelyik gyermeknek nem is szimpatikus a korcsolya, plüssállatok bevetésével, egyéb taktikákkal egy óra alatt jégre tudja csalni a gyerekeket. És akkor onnantól kezdve kis csoportokban, 6-8 fővel olyan edzést tud nekik tartani, hogy úgy megy le a gyerek, hogy ő még nem szeretné abba hagyni a korcsolyázást. És akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akik már mondjuk korongozni szeretnének a jégen, meg hát azt is csinálják, akkor tudnak mondjuk bajnokságba is szerepelni, vagy még ilyen kis házi jelleggel működik a dolog? Itt most még a pálya adottságai nem megfelelőek ahhoz, hogy nagy korosztályok, tehát 12-14 éves korosztályt nagyon szeretnénk, viszont a pálya adottságai nem engedik, tehát nincs olyan palákrendszer, védőbiztonsági berendezés, ami ezt megtenni, ezért egyelőre csak 12 éves korig tudunk edzéseket tartani. Most így eszembe jutott, azért a Dunai városban azt tudjuk, hogy milyen múltja van a jégkorongnak, és mai napig ugye nagyon jól működik ott, akár az utánpótlás képzés is. Velük is vagytok valami kapcsolatban? Kimagasló kapcsolat a Szekszárddal van, de természetesen Dunaújváros felé is nyitunk. Tehát ezek a mini bajnokságok, Baja, Szekszárd, Dunaújváros, ezek nagyon nagy hangsúlyúak. És akkor beszéltünk ugye az elmúlt évekről, valahol akkor mondhatjuk, hogy akkor a Gyuri így a jövő faltörőkosa, vagy nem is tudom, hogy mit lehet mondani, hiszen akkor a kapcsolattartások, a különböző rendezvényeken megjelenés, ugye hát azért téged ismernek, gondolom, megvannak már neked is azok a forrásaid, akár a Jégkorong Szövetség felé is, amiket ki lehet használni itt a csapatom irányába. Így van, elérkeztünk ugye a jelenhez, így a csapatom kori klub életében, és ahogy a Marcs is fogalmazott, olyan problémák vannak a jégpályával, ami az időszakosságot. Egyrészt ugye a nagyon meleg napsütés, a rossz idő, legalábbis ami a jég tekintetében rossz időnek számít. A környezetben olyan építési törmelékek vannak, amit ha ráfúj a pályára, akkor az ugye gátolja a használhatóságát. És egyéb tekintetben a beszűkült használati idő és a kiszámíthatatlanság teszi lényegében tényleg nagyon sebezhetővé az itteni jeges életet itt Pakson. Ennek okán ugye adott esetben ilyen korosztályos bajnokságokra való készülés nagyon meg van nehezítve, vagy az említett szekszárdi vagy dunaújvárosi legközelebbi pályákra kellene átjárni, ami nyilván a szülők tekintetében óriási terhet róna. Így fogalmazódnak meg azok a kérdések, vagy azok a elképzelések, amik már egy kicsit a jövőt mutatják, amihez adott esetben le kell fedni ezt a jégpályát, és
borzasztóan megnőnek a lehetőségei az itt foglalkozó, az ide járó gyerekeknek, felnőtteknek. Borzasztóan kinyílna ez a lehetőség olló. El lehetne indulni ezeken a bajnokságokon, lehetne járni, csapatokat lehetne építeni, hiszen lehet erre számítani. Körülbelül azzal, hogy lefednénk ezt a pályát, egy 6 hónapra kinyílna a használhatósága ennek a pályának, ami már fantasztikus lehetőségeket adna kiszámíthatóan. Az egyesületnek, ahogy Marcs is mondta, meg kell felelni olyan szövetségi, meg magyar sporttörvényi rendszernek, ami az egyesületet képessé teszi különböző támogatási, állami támogatási formáknak a befogadására, amik következtében, vagy inkább úgy mondom, amik alapvetően fontosak, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy itt bármilyen jövőképet meg tudjunk fogalmazni. Ez borzasztó nagy feladat. Nyilván a államtitkárságon eltöltött időszakomban rengeteg olyan ehhez hasonló fejlesztést tudtam végigkísérni, vagy kellett végigkísérnem az országban, ahol hasonló fejlődésen mentek keresztül, és bizton állíthatom, hogy azzal, hogyha ezt a jövőképet a részben, de teljes mértékben meg tudnánk valósítani, tudunk haladni ezen az úton, akkor a városunk, a közösségünk borzasztó nagy ajándéka lenne, gazdagabb, és egy fantasztikus lehetőséget kapnának ezek a fiatalok, és biztos, hogy rengeteg fiatalt, felnőttet vonzan ez a történet. Igen, és most, hogy erről beszélsz, akkor eszembe jutott, hogy amikor fönt voltunk az Atomerőmű Sportegyesület 40 éves születésnapján, akkor szóba kerültek olyan tervek, ötletek, hogy, és ez kikerülhetetlen, ugye most valószínűleg jönnek majd az erőbővítés kapcsán, és azért olyan munkások, oroszok például, akiknél őshonos ez a sportág, csak ezt nézzük, és itt felmerült olyan lehetőség, hogy már ilyen jégcsarnokot vizionáltak, hogy esetleg még annak is van itt jövője. Akkor ezek szerint ez realitás, most mondhatjuk azt, hogy maga a terv. Abszolút, tehát ott tartunk, hogy ezeket már lemerjük írni, tehát beszélni merünk erről. Jégcsarnokról mi több, ezután egy akadémiai rendszernek a kiépítéséről. Ahhoz, hogy idáig elérjünk, nyilván rengeteg munka vár ránk, és nem Malcsékre, nem az edzőkre. Nekik ugyanezt a munkát itt a helyszínen, ezen a pályán folytatni kell. De ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, és egyre többet tudjunk egy jégcsarnoknak a megépítéséről beszélni, ahhoz ezt az utat járnunk kell. Ahhoz borzasztó sok feladatunk van, azt az igényt meg kell mutatnunk, hogy itt valóban meg tudjuk tölteni adott esetben egy ilyen 2000-2200 fős jégcsarnokot a 7 napján élettel. Ezek működnek, Magyarországon számos példa van erre. A jég számos olyan lehetőséget nyújt sportolási, szórakozási, kikapcsolódási, rendezvényszervezési lehetőséget, ami más nagy hazai nagyvárosban már borzasztóan szépen működik. Nagyszerűen be tudják vonni ezeket a területeket, tehát amit az előbb megfogalmaztál, az csak egy apró, illetve nagyon fontos adaléka, hogy itt a megnövekvő igény, az ugye nem csak a ideérkező nagyon sok embernek a létszámából adódik, nem csak munkások, hanem azoknak a családjaik, gyerekeik, stb. Ők ott vagy korcsolyázni, vagy szórakozni, vagy egy rendezvényre bemenni, tehát egy ilyen olyan multifunkciós csarnokot kell ide elképzelnünk, és azt megvalósítani, ami a lehető legszélesebb körben ki fogja tudni szolgálni az ide érkezőket és az itt levőket, minket. Ez egy nagyon szép vízió, hogyha ezt így hallgatja az ember, és ha ez megvalósul, ez tényleg tökéletes lenne. Hogy nem sokáig lesz vízió. Na így legyen, ez egy tökéletes jövőkép a mostani fiataloknak, meg nem csak a fiataloknak, hiszen én láttam itt azért több korosztályjal korcsolyázni itt az öregek, azok is, akik már idézőjelben, akik mondjuk annak ide hótágakon, meg különböző befagyott természetes vizeken tudták ezt űzni. Úgyhogy igény az van rá, az látszik. Hogy tudjátok egyébként kezelni, bocs így a létszámot, hogy a pálya azért itt mondod, a jégidőket nagyon sűrűn kell beosztani. Igen, ez behatárolja, tehát nagy mértékben behatárolja. Tehát például a haladó csoportunkban rengetegen lennének, de úgy kellett korlátoznunk, hogy 25 fő per edzés. Tehát most a Covid szabályok is szigorodtak, tehát emiatt is, illetve amiatt is, hogy a gyerek létszám
egyharmad pályához viszonyítva 25 fő nagyon kicsi, tehát a pálya mérete nagyon kicsi. Mert ugye úgy tudtunk a várossal megegyezni, úgy tudták a segítségüket felajánlni, hogy nagy közönségi időben vannak az edzéseink. Ez egy faterelő résszel van elválasztva maga a pályarész, tehát tulajdonképpen mi nem zavarjuk a nagy közönséget, viszont ezáltal ő nekik is kisebb a felület, meg mi is egy kis felületen tudunk edzeni. Egy érdekes történetet szerettem volna az előbb hozzáfűzni, hogy vannak orosz szabadidős korcsolyásaink, és nagyon érdekes, hogy ők profi szinten űzik a korcsolyázást, viszont nagyon toleránsak felénk. Tehát nekünk az, hogy szabadidő szakosztály, az azt jelenti, hogy este 8 és 10 között együtt korcsolyáznak a felnőtt tagjaink, és ők teljesen jól beilleszkednek. Tehát nem nagyképűznek, segítenek bennünket, tanácsokat adnak nekünk, hogy mivel tudunk fejlődni. Esti edzéseken nincsen edző, önmagunktól, egymástól tanuljuk el a taktikákat. Uh-huh. És említetted itt a jégtáncot, hát az gondolom itt a lányokat vonza leginkább. Igen, igen. Egy paksi óvónő vállalta fel a csapatot, őneki van sportmúltja, Török Vivennek hívják, és nagyon-nagyon összetudja fogni a lányokat. Tehát ugye összesen itt nagyjából 12 hét jégidő áll a szezonban rendelkezésünkre arra, hogy egy profi koreográfiát betanuljanak. Ennek a záró eseménye mindig februárban van egy korcsolya karnevál. Az önkormányzat segítségünkre van ezzel, hogy ez egy zenés programként tudjuk megszervezni. Ott adják elő a táncukat. Ez idei évben február 19-én szombaton lesz. És ha már így erről beszélünk, akkor most is lesz egy rendezvény hétvégén. Igen, nagyon nagy sikerként éljük meg azt, hogy a Magyarországon szervezett programsorozatban a 40 korcsolyapálya közül bekerült a miénk is. Így meg tudjuk tartani a Jégpályák éjszakája című rendezvénysorozat paksi eseményét. Hát érdemes lesz kilátogatni. 15 órától várunk ezen a szombaton mindenkit. És ide bárki mehet. Bárki, igen. Kicsi, nagy, profi, amatőr. Kicsi, nagy. Olyan programokkal tudunk kínálni, hogy a gyermekeknek jégbetélkedőt szervezünk, a felnőtteknek kis lesz lehetőségük kapuralövő versenyre, tehát amatőr szinten kell gondolkodni, kapuralövő verseny, tombola, jégdiszkó, kürtöskalács, lángos, stb., ami a magyar programokhoz hozzátartozik, és 15 órától este 10 óráig tart a program. Vártok mindenkit. Még egy nagyon fontos kérdés, mert én emlékszem, amikor megnyitott a jégpálya, ugye itt beszéltünk már, ez már a régmúlt, hogyha most ebbe a intervallumba gondolkodunk, akkor volt egy komoly kocsi a kölcsönző mellette, emlékszem egy ilyen melegedő, forradbor, tea, egyenek, emlékszel rá. És most azt tudom, hogy nincsen, csak ha valaki szeretne kocsiázni, viszont még nem biztos, hogy bele akar fetszelni mondjuk több ezer forintot egy kocsiába, mert nem lehet, hogy nem tetszik meg neki, vagy nem tudom, vagy nincs rá pénz, akkor tudtok ebbe segíteni? Igen. Igen, egyesületünknek rendelkezésre állnak 25-től 40-esig korcsolyái. Ezt díjmentesen adjuk oda. Egy-egy órát kérünk, hogyha kipróbálták, hogy másnak is tudjunk biztosítani lehetőséget, mert összesen 30 korcsolyáról van szó, tehát 30 pár korcsolyáról, de ez nagyon jól szokott működni hétvégenként. Hát akkor azt kívánom, hogy most szombaton is minél többen menjenek el oda a korcsolyapályához, és hát ismerkedjenek veletek a csapatommal, és hát az összes korcsolyát ki tudjátok így adni akkor egy próbára legalább. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És akkor így a műsor végén még egy kis kosárlabda. 64-81, illetve 81-64-re kikapott az atomerőmese férfi NB1-es kosárlabda csapata a kaposvári KK ellenében. A piros-kékek hazai pályán szenvedtek vereséget, így visszacsúsztak a tabella 13. helyére. A férfi kosárlabda bajnokság 18. fordulójában a kaposvári KK csapatát fogadta Szekszárdon az atomerőmű ese. Coin striplája indította a mérkőzést, de két büntetővel és egy közelivel átvette a vezetést a vendég, majd növelték is az előnyüket. A második felvonás sem hozott változást, mintha bedeszkázták volna a kaposvári gyűrűt. A negyed vége felé Petár Miovics vezetőedző vélt vagy valós bírói ítéletek miatt reklamált hevesen, technikai büntetést kapott érte. A góltalanság a negyed végére ért véget a hazaiaknál. A nagyszünet utáni percekben nem sokat változott a játék képe, az ASE nem találta a ritmust. Bujevics, Kovács, majd Brown volt az eredményes, a Paks irányító 3 pontosa után 41-62-t mutatott az eredményjelző, de a végén beesett egy vendégtripla.
Az utolsó negyedben 49-67-nél időt kértek a vendégek. Rendezték a soraikat, majd újra 20 pont fölé nőtt a kaposvári előny. A végjátékban Kovács Ákos szerzett még 4 pontot büntetőkből, de közben beesett egy vendégtripla, maradt a nagyarányú veresség, így a végeredmény, atomerőmű ese, kaposvári KK 64-81 lett. Tough game for us. Ez egy teljesen más mérkőzés volt, mint amit játszottunk a Körmend ellen. Nem tudtunk olyan agresszívan kijönni, már az első negyedben sem, aztán a második negyedben meglógott a Kaposvár. Rengeteg olyan dobást hagytunk ki, amikor üresen voltak a játékosaink, és az 1-1 elleni küzdelmeket is sorra elvesztettük. Azt kell mondjam, az eddigi legrosszabb hét volt az edzés tekintetében, amióta én itt edzősködöm. Brzoja is kisebb sérülésekkel küzdött, és Eilingsfeld János sem tudott visszatérni az Achilles sérüléséből, szóval ez egy nagyon nehéz hét volt, ezek után kellett pályára lépnünk. Most arra kell koncentrálnunk, hogy valahogyan innen felálljunk, a kitűzött cél, hogy bent maradjunk az alcsoportban. Értékelt az ASE vezetőedzője. Az atomerőmű ese legközelebb január 22-én az Alakerámi ellen lép pályára. A mérkőzést 18 órakor rendezik Zalaegerszegen. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért a mai lelátóba. Jövő héten kedden ugyanebben az időben várom majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!